Változékony időjárás lesz jellemző az elkövetkező napokban. Felhős napos időre van kilátás, főszerepbe mégis a szél kerül. Néhol viharos lökésekre is számítani kell. A reggeli hőmérséklet jelentősen lecsökken a jövő hét elején. A maximum értékek között is lesznek eltérések. Most pedig lássuk a részleteket. Ma éjszaka főként 16-17 fokot mutatnak majd a hőmérők Vajdaságban. Tiszta lesz felettünk az ég, csapadékra nincs kilátás. Vasárnap hideg front érkezik, melynek hatására a nyugati, majd az északnyugati északira forduló szelet erős viharos lökések kísérhetik. A hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett csak elszórtan alakulhat ki futózápor. A csúcsértékek 23 és 27 fok között alakulnak. A front hatására a legtöbb helyen jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn változóan felhős napos időre van kilátás, a délnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali órákban helyenként talajmenti fagy, vagy akár gyenge fagy is előfordulhat, napközben pedig 7 és 20 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden sokfelé élénk, erős, néhol viharos lehet az északnyugatira forduló szél. Napközben 19 fokig melegedhet a levegő. Szerdán már mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, esni sehol sem fog. Néhol élénk lehet a délies szél, 25 fokot mutatnak majd a hőmérők délután, csütörtökön pedig 28 fokot. Szeles idővel érkezik a vasárnap a régió más országaiba is. Egyes helyeken erős lökések sem kizártak, esni viszont sehol sem fog a gomoly felhők ellenére. A hőmérséklet lesz, ahol épp hogy eléri a 17 fokot, lesz viszont, ahol délután 27-28 fokos maximumok várhatók.